Nagyon komoly fejlődési ívet tud felmutatni a 2014-ben alakult Arabona Racing Team, kezdte a bemutatót dr. Jakubik Tamás. Az első két év a tapasztalatgyűjtésről szólt, és a hallgatók azt is megtanulták, hogyan épül fel egy járműgyártási koncepció. Az első letisztult, átlátható koncepció megalkotása után és tapasztalatszerzés után nagyon hamar képesek voltak reagálni, képesek voltak feltárni azokat a potenciálokat, amik az első-második járműben rejlettek, és nagyon hamar képesek voltak új innovatív megoldások bevezetésére, gondoljunk csak a könnyűépítésre, egyedi telemetria, egyedi elektronikai megoldások, vagy akár a fejlett aerodinamikai tervezési megoldásokra. Tehát ezek jelzik jelenleg az Arabona Racing Team versenyautóit, ezek fémjelzik munkájukat, és nem utolsó sorban nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy egyetemi testvércsapatunk segítségével és közreműködésével, aktív közreműködésével a tavalyi évtől egy egyedi fejlesztésű versenymotort, a Sanjin Evo 4-es versenymotort használtuk, ezt szeretném továbbra is. Az idei versenyprogramot az Arabona Racing Team vezetője ismertette, amelynek alapján kiderült, a győri csapat 2017-ben még több futamon áll majd rajthoz. Nagy örömmel mondhatom, hogy idén is sikerült kijutnunk a németországi versenyre, ami az egyik legnagyobb presztízsű verseny a világon. Emellett pedig, ahogy a térképen is látszik, még három másik versenyen veszünk részt, a Formula Student Czech Republic, Formula Student Hungary és Formula Student East versenyeken. Ez azt jelenti, hogy az eddigiektől eltérően nem három, hanem négy versenyen fogunk részt venni, és ehhez a csapattagjainknak a teljes kitartására és teljes erőbedobására szükségünk lesz. Nem csak erre, hanem egy versenyautóra is. Hogy ennek a terveiről egy kicsit több információt tudjanak meg önök, szeretném megkérni Schleicher Attilát, csapatunk konstrukciós vezetőjét, hogy mutassa be a négyes autónak a terveit. Az új versenyautó terveit 5 hónap alatt készítették el a hallgatók. Az első évben az ösztömege az autónak 206 kg volt, és a legfontosabb szempont az a megbízhatóság volt. A következő évben már 28 kg-mal könnyebb konstrukciót tudtunk létrehozni, ahol már egy teljesen új geometriát tudtunk létrehozni, kompozit alkatrészeket és telemetriát alkalmaztunk. A harmadik autónknál 161 kg-ra tudtuk redukálni az autó ösztönegét, és az ergonómiát és az aerodinamikát is figyelembe vettük. Az idei évben hasonló célok motiválnak minket, és szintén a tömegközéppont minimalizálása, illetve az autó ösztönegének csökkentése az egyik cél. Ez a tavalyi versenygép, amelynek teljesítménye és tulajdonságai a csapat ígérete szerint tovább javulnak majd, így a rangos nemzetközi sorozaton a győzelmi esélye is meglesznek az Arabona Racing Teamnek.